Ismét nem beszélhetett a trafikügyről a parlamentben a szocialista Szanyi Tibor, mert Kövér László szerint interpellációja sértette volna az országgyűlés méltóságát. Szanyi Tibor ezután azt mondta, az Európai Unió szervezeteihez fordul, ugyanis szerinte a házelnök tendenciózusan nem ad szót neki, mint megválasztott országgyűlési képviselőnek. Közben Kövér László újabb büntetéseket szabott ki több az ülésteremben a trafikmutyi miatt tiltakozó ellenzéki képviselőre. Ők azt mondták, nem fognak fizetni, ugyanis a kormánytöbbség egyszerűen elfelejtette szabályozni ezt a jogszabályban. A trafikmutyi ellen tiltakoztak múlt héten ellenzéki képviselők. A hatalmas táblát az ülésvezető elnök kivitette. Tettük az országgyűlés rendjét súlyosan sértő magatartást. Ismét súlyos tízezrekbe kerül ez az akció a Párbeszéd Magyarországért képviselőinek, de azt mondják, nem fizetnek, ugyanis erre jelenleg nincs jogszabály. A Fidesz olyan hülye kormányzást végez Magyarországon, hogy sikerült a büntetéseket törvényben szabályoznia, azt viszont nem, hogy ezeket hogyan lehet behajtani. Azt gondolom, hogy ez mindent elmond arról, hogy ma Magyarországon milyen minőségű kormányzás folyik. A gyors módosító javaslatot a kormány oldal már be is adta, így levonható lesz a képviselői tiszteletdíjból a büntetés. És ez a jövőben is így lesz. Szanyi Tibor pénzbírságot ma nem kapott, de Kövér László házelnök épp úgy, mint 3 hete, ma ismét megtiltotta neki, hogy elmondja interpellációját a trafikügyről. Visszautasítottam, mivel az indítvány megfogalmazása sérti az országgyűlés tekintélyét, elhangzása fegyelmi intézkedésre is okot adhatta. Tök illegálba büntetget Kövér László, ezt tegyük hozzá. Szanyi Tibor azt mondta, hogy a korábban kiszabott rekordbüntetést nem fogja befizetni. Azért pedig az Európai Unió több intézményéhez fordul, mert nem kap szót a magyar parlamentben. Úgy érzem, hogy nem valamiféle félreértés, hanem kifejezetten tendencia van abban, hogy Kövér László nem enged engem szóhoz jutni a magyar országgyűlésben. Az országgyűlés hivatala egyébként felszólította a Kövér László szerint renitens ellenzéki politikusokat, hogy sárga csekken fizessék be a rájuk kiszabott bírságot. Ha ez nem történik meg, a hivatala házelnök utasítására az összeget levonja a képviselők aktuális havi tiszteletdíjából.